Köszöntöm nézőinket, önök a Telena magazint látják, én Bence Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk. Egész évben hajtunk, dolgozunk, itt a pihenés ideje. Pitypunk Piknik néven új kezdeményezés indult Tolnán. Fákat és bokrokat ültettek az iskolában. Megjött a jó idő, mindenki élvezi a pihenést, a nyaralásra készülőknek viszont érdemes pár hasznos tanácsot megfogadniuk, hogy a kikapcsolódás tényleg felhőtlen legyen. Egész évben hajtunk, dolgozunk, várjuk a nyarat, amikor kicsit elvonulhatunk, megszabadulhatunk a mindennapok taposó malmából. De ha nem készülünk fel megfelelően a nyári álomból, könnyen rémálom lehet. Különösen ajánlott minden szükségeset becsomagolni, ha gyerekkel indulunk útnak. Függ a gyerekkorától is, hogy mit viszünk magunkkal a nyaralásra. De ami szerintem megszoktam is a betegeimnek ajánlani, hogy ebbe a kis házi patikába mindenképpen legyen valami lázcsillapító, az gyerekkorának megfelelő, ugye, akkor legyen hasmenésre való szer, ez is előfordul hányás esetére valami gyógyszer, vagy valami természetgyógyászati készítmény, ki mit szeret. Napi égésre nem kenőcs, hanem inkább vannak ilyen különböző habok, gélek, amiket én speciál nagyon szeretem, bárányhimlőre, csípésekre, rovascsípésekre, napégésre szoktuk használni, és nagyon jól hűsítenek, fertőtlenítenek. Ha tengerpartra utazunk, sokszor nem is jut eszünkbe, hogy azokban a vizekben bizony nem csak halak élnek. Ezért azt is el szoktuk felejteni, hogy vízicipőt vigyünk magunkkal. Pedig ezzel elkerülhetjük a tengerben élő állatok csípését, szúrását. A sínő az nagyon kellemetlen, csúnya gyulladásokat tud csinálni. És hát a fürdőcipő, különösen, hogyha előre tudjuk, hogy ott vannak sínök, akkor a fürdőcipő ajánlott, de ha mégis megtörténik a baj, akkor viszont hát egy ilyen, ki kell ugye szedegetni ezeket a tüskéket a talból, illetve hát gyulladás csökkentő kenőcsöt. Amúgy személyesen volt szerencsém látni legutóbb, amikor nyaraltunk, hogy a papája levével kenték be a miután fertőtlenítették a sebet és kiszedték a tüskéket, és nagyon szépen gyógyul erre. Hát a medúza csípés az meg különböző tüneteket tud okozni, tehát egészen az enyhe gyulladástól, egész komoly ilyen szisztémás tünetekhez is vezethet, mint hányinger, hányás, láz, hidegrázás, tehát ilyen dolgok lehetnek. Természetesen ezeket is ugye tünetileg kellene csillapítani, kezelni, és hát a csípés helyét pedig gyulladás csökkentő kenőccsel, azt is mondjuk érdemes vinni magunkkal, valami olyan kenőcsöt, ami gyulladás csökkentő. Egyértelmű, hogy fertőtlenítőszert szerintem csomagoljunk, bárhova megyünk, mert bármilyen baleset történhet, csípés, vagy elesik a gyerek, vagy fölvágja a kezét, lábát, akármilyen balesetnél egyértelmű, hogy először is fertőtlenítsük a sebet. Nyilván, ha komolyabb a dolog, akkor mindenhol van egészségügyi ellátás. Fontos még tudni, hogyha külföldre, valamilyen egzotikus országba utazunk, feltétlen nézünk utána, hogy az adott helyre milyen védőoltás beadatását javasolják a szakemberek. Mert lehet, hogy az adott ország alapján mi úgy gondoljuk, be kellene oltatnunk magunkat, de könnyen lehet, hogy nincs is rá szükség. Turista útra igazából azt kell mondjam, hogy olyan borzasztóan nem kell előre oltakoznunk, mert a turista utak azok biztonságosak. Biztonságosak az oltások szempontjából még azok a helyek is, Dél-Amerika, Közép-Amerika, Afrika, stb. Még azok a helyek is egy turistának biztonságosak, amikről azt gondoljuk, hogy nem. Viszont, hogyha olyan útvonalat választunk nyilván, ami hát azért egy inkább olyan felfedező és messze van a turista látogatottságtól, akkor érdemes az afrikai országokba, érdemes ugye sárgaláz ellen, a malária ellen, érdemes beadatni a tifuszoltást, a májgyulladás oltását, ami most már egy ilyen kettős kombinációban létezik, A és B ellen is hat.
Úgyhogy akkor ezeket igen, ezeket érdemes beadni. De... A szakember még azt is elmondta, ha valaki tudja magáról, hogy bizonyos állatok csípésére allergiás, semmiképp se felejtse el a szakorvosa által javasolt gyógyszereit magával vinni. Akinek pedig nincs tudomása ilyesmiről, annak is célszerű akár a patikákban recept nélkül kapható antihisztaminok közül csomagolni egyet. Pitypunk Piknik néven új kezdeményezés indult Tolnán. A néhány év átadott óvodában ugyanis a tanév végéhez közeledve kerti partira várták a gyerekek szüleit hagyományteremtő céllal. Nem mindennapi látvány fogadta stábunkat a tolnai Pitypunk óviban. Az udvar ugyanis gyerekekkel, szülőkkel és nagyszülőkkel telt meg. A Covid helyzet után szerettük volna egy kicsit jobban összehozni a családokat, a dolgozókat és a gyerekeket is így a program kapcsán, ezért gondoltuk, hogy az idei év során megpróbálkozunk ezzel a úgynevezett Pitypunk Piknik elnevezési programunkkal. A program első felében családi vetélkedők vannak úgymond elhelyezve az óvoda udvarán, 6 állomás, forgószínpadszerűen haladnak a csoportok, az óvodánknak is 6 csoportja van, és így az óvonénik, dadusnénik koordinálják úgymond a családokat így a feladatok kapcsán, hogy kinek mi a feladata éppen. 20 percenként váltják egymást a csoportok az udvar területén, és hogyha véget ér úgymond a vetélkedő része ennek a napnak, egy apró kis csekészséggel tudjuk megvendégelni, illetve meglepni a gyerekeinket. Bóbitás Pitypunk nevű alapítványunk által pályáztunk a gyermek- és tömegsport pályázatra az önkormányzatnál, és ennek keretein belül tudtuk megrendezni ezt a rendezvényünket. 7 órától pedig 9 óráig tini diszkóval kedveskedünk a gyerekeknek, és úgy gondoltuk, hogy ezzel úgy méltó módon le tudjuk zárni a tanévet. Tartottunk tőle, hogy milyen visszhangja lesz az időjárás miatt is, mert azért eléggé változatos az utóbbi időben ugye az időjárás. Féltünk tőle, mivel Pitypunk Piknik jellegű a rendezvény, ezért, hogy az udvar hátsó részén is látható plédeket kértünk a szülőktől, piknik jelleggel elhelyezve, és itt tudnak egy picit így a vetélkedők között pihenni a gyerekek. A gyerekek, sőt, a szülők is nagyon élvezték a programokat. Nagyon jó, hát most kezdődött nemrég. Az első feladat ott volt, ügyességi verseny, ez egy kis erőpróba, kíváncsian várjuk a többit. Legközelebb mi már iskolások leszünk, de egyébként jönnénk. Ott húzni kellett, itt futóverseny, hát a gyerekeket föl kellett venni a hátja, és ennyi még. Lehet a kicsikkel, még lehet kötélhúzás, de az már volt. És hogy érzitek magatokat? Nagyon jól. Most még buliztak egy nagyot a kicsik és a szeretteik, néhány napon belül viszont kitör a vakáció. 6 csoportunk van, a csoportokban az átlag létszám 23-24 fő, tehát azért bőven 125 fővel működik az intézmény az év során. Az a tapasztalatunk, hogy a nyári időszakra azért vannak olyan családok, akik könnyebben meg tudják oldani a gyermekek elhelyezését a nyára, viszont ahol esetleg nagyszülő, családtag nem tud besegíteni, ők azért ugye végig igénylik szinte a nyári ügyeleti időszakra is az ellátást. Az óvonőknek is ugye ki kell adni időarányosan a szabadságaikat, tehát szabadságolás időszak kezdődik június 16 utántól már, ugyanúgy a dadusnéniknek és az óvonéniknek is, és ilyenkor összevont csoportokba fogadjuk a gyerekeket. Ugye minden héten másik óvonéni van velük délelőtt, délután, de igazából ezt a részét a gyerekek nagyon rugalmasan kezelik, akiknek ez jobban fennakadás, az a szülőknek szokott problémát okozni. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telena magazint.
Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát, akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztó bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedvesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. A tolnai Vosinszky Mor általános iskola volt a 100. oktatási intézmény, ahol elültették az 555. fát és az 1110. cserjét a Hűsítő Ligetek program keretében. Az akció nem csak a klímaváltozás ellen tesz a zöld felületek növelésével, de erősíti a tájegységre leginkább jellemző fafajok elterjedését és a gyerekek környezetvédelmi nevelését is. A gyerekek is besegítettek a faültetésbe a tolnai Vosinszky Mor általános iskola udvarán. Az intézmény ugyanis sikeresen pályázott az egyik hazai pénzintézet úgynevezett Hűsítő Ligetek programján. Azért csatlakoztunk, mert nagyon szerettük volna az Ötvös utcai telephely udvarát egy kicsit megújítani. Ez a telephely arról volt híres, hogy itt óriási nagy hás és platánfák voltak, amik állandó árnyékot, tényleg egy hűsítő ligetet biztosítottak a gyerekeknek. Sajnos ezek a fák előregettek, megbetegedtek, balesetveszélyessé váltak, és a tavalyi év során belőlük jó néhányat ki kellett vágni, ami nem csak az itt dolgozó kollégákat és gyerekeket, de a szülőket is elkedvetlenítette. Ezért összefogtak, és hagyományteremtő jelleggel elkezdtek fát ültetni a búcsúzó negyedikesek, és illetve voltak, akik osztálypénzből még fát vásároltak, és a szülői segítséggel elültették ezeket. Az ötletgazda Geneiné Pál Zsuzsanna kolléganőm volt, ő pályázott ebbe a programba, és nagy örömünkre szolgált, hogy pozitív elbíráslásban részesültünk, és nyertünk, és a mai nap folyamán 7 fa és 14 bokor fogja továbbiakba díszíteni az udvarunkat. Az iskola pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő hasznos eltöltése, valamint a környezetvédelem hangsúlyozása. Nagy forróságban árnyékot adnak, vagy hogy ugye oxigént adnak. Ugye az oxigénre szükségünk van, mert az egyik életfeltétel. Meg állatoknak is adnak otthont a fák, hogy nem szemetelek, vagy hogy ültetek fát, bok, növényeket, hogy ugye azok adjanak a madaraknak, élőlényeknek otthont. Hogyha például madarat vagy ami kis állatot találok, akkor segítek rajta, például szólok ilyen környezetvédelmi szakembereknek, vagy például próbálom picit gazdozni, utána jelengedni, tehát hogy nem hagyom ott. Hiába, hogy ilyen picike a földlabdája ennek a fának, szeretünk neki jó nagy gödröt ásni, azért, hogy az első időkben, amikor növekszik, könnyen tudjon fejlődni a gyökere. Ma a környezetvédelem, a környezettudatos magatartás megkerülhetetlen. A mi pedagógiai programunknak is része az, hogy környezettudatossá neveljük a gyerekeinket.
kicsibe fogunk kezdeni. Minden évben ősszel és tavasszal vásárolunk virágokat, és a gyerekek segítségével ezeket elültetjük. A gyerekek segítenek ezeket ősszel meglocsolni. Ősszel, amikor a fák a lombjaikat lehullatják, akkor nagyon sokszor segítenek a technikai dolgozóknak azokat összegerebézni, összesöpörni. Nagyokat játszanak is a lehullott tavarban, de ezzel is felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a fákat védeni kell, hiszen csak akkor fognak nekünk árnyékot adni, a levegőt hűsíteni, hogyha vigyázunk rájuk. Úgyhogy saját tapasztalataikon keresztül próbáljuk őket a környezetvédelemre oktatni. A Tolnai iskola volt egyébként a 100. oktatási intézmény, ahol az 555. fát és az 1110. cserjét ültették el. Az országos kezdeményezésnek köszönhetően a 10 millió fa alapítvány szakértő együttműködésével már közel 50 féle őshonos fafaj nyújt majd árnyékot a gyerekeknek, akik így testközelből élvezhetik a növények jótékony hatásait. A 10 millió fa, mint országos közösség közel négy évvel ezelőtt jött létre. Azóta megközelítőleg 300 ezer fát ültettünk el az ország legkülönbözőbb pontjain, és most ennek kapcsán, ahogy, amiért ma Tolnában vagyunk, 100 helyen az országban, mind a 19 megyében ültettünk ennek a hűsítőligetnek a programnak a kapcsán. Ma 8 darab Szent István hársat ültettünk, jó illata lesz, és remélem, hogy a gyerekek is szeretni fogják, meg a tavasz élményéhez hozzá fog járulni majd. Illetve cserjéket ültetünk, amelyek jót tesznek annak a kis ökológiai egységnek, amit a fák kezdeményeznek itt. Mindenek előtt ökológiai cél, illetve a klíma célra jöttünk létre. Tehát egyszerűen azzal, hogy olyan mennyiségben pusztította ki az emberiség a fákat, az erdőket, hogy muszáj visszaültetni ahhoz, hogy a légköri széndioxidot meg tudjuk kötni. De ezen túlmenően a szakértőink jeles befolyása eredményeként az ökológiai és a biodiverzitás célokat is szem előtt tartjuk. Tehát nem önmagában szemléljük a fát, hanem egy nagy ökológiai egység keretében, amiben az állatok is oda tartoznak. Én azt hiszem, hogy a gyereki életkor a legjobb. Tehát akkor még nem kell mondani, a gyermek még természetben van. Nem csak azért, mert hogy fogékony a természetre, hanem egyszerűen természetes módon reagál, még nem okosodott ki, vagyis hogy nem butult el. A gyerek még okos. Tehát pontosan tudja azt, hogy a természettel hogyan kellene élnünk igazából, az állatokkal hogyan kell. Egy gyerek egészen másképp szeret egy állatot, mint egy felnőtt. Tehát, hogy az még az az állapot, amiben bízni lehet és remélni lehet, ezt volna jó megőrizni náluk, hogy a felnőtté válásuk során is ezt a fajta természetességet tudják magukkal vinni. A program nem csak a klímaváltozás ellen tesz a zöld felületek növelésével, de erősíti a tájegységre leginkább jellemző fafajok elterjedését, és a gyerekek környezetvédelmi nevelését is segíti. A gyerekek ráadásul aktívan részt is vesznek az akcióban, hiszen szerepet vállalnak az ültetésnél és a növények gondozásában. Tanítóik pedig szemléltető eszközként is bemutathatják a növényeket az egyes foglalkozásokon. Folytatjuk a Városnapi alkalmából elismerésben részesítettek bemutatását, tartsanak velünk ezúttal is. Ez 1983-ban érettségi után az akkori gimnáziumi igazgatóból Bolvári Zsóka néni szólt, hogy nem lenne kedvem elmenni a kettes iskolába. Ott épp egy kolléganő elment szabadságra, hosszabb idejű szabadságra, és azt kéne helyettesítenem. De hát ott, mivel határozott idejű szerződésem volt, így hát új munkahelyet kellett keresnem, akkor itt a Tolna Nagyközségi Közös Tanács adott csoportjába sikerült elhelyezkednem. Az első gyermekem megszületéséig, 86. augusztusáig itt dolgoztam, itt segítettem az adott csoportnak a munkáját. 89-ben viszont, ugyes után, akkor megkeresett újra az iskolából az akkori vezető, hogy nem lenne kedvem újra visszamenni az iskolába, kettes iskolába, Bartók utcai épületébe, hogy ott az étkeztetési feladatokat hát nem segítenék, nem elátnám el, és hát ott kezdődött ez a 40 év munka.
2017-ben itt a pénzügyi osztályon, itt folytattam ezt a tevékenységet, tehát a tolnai óvodás, iskolás gyerekeknek az étkeztetése, hozzám tartozott számlázás, szülőkkel való kapcsolattartás, pénzbehajtás, és most az idei év március 31-éig, most már szabadságomat töltöm, felmentési idő, és akkor július 1-től leszek igazán nyugdíjas. Szinte az összes szülőt ismerem. Jó kapcsolatom van velük, én úgy gondolom. Annak idején én óvónő szerettem volna lenni, de hát az élet nem úgy hozta. És itt én most úgy kiéltem magam, meg élveztem ezt a pörgést, élveztem, szerettem ezt a munkát. Szívemhez nőttek a gyerekek, szülők, most is, ha az utcán találkozom velük, megállítanak, köszönnek, jó pihenést kívántak most is, úgyhogy nem tudom, hát szerettem ezt csinálni. Jó, hogy az embernek a munkáját, hogy megbecsül. Ez meglepetés volt végül is, mert hát én nem is gondoltam, hogy megbecsülték az ember munkáját. Nekem a tenisz úgy kezdődött, hogy én nagyon sok sporttal foglalkoztam fiatalkoromban. Olyannyira, hogy kézilabda volt a szerelmem, 11 évig kézilabdáztam, de közben elvégeztem a játékvezetőit. 45 éven keresztül kézilabda játékvezetőként működtem. Akkor, amikor az NB-s kerettagságot fölmondtam és abba hagytam az NB-s játékvezetést, akkor jött a gondolat, hogy valami mozgás mégis kéne, és akkor kezdtem el teniszezni. Később már belekapcsolódtam a nem túl nagy életbe, akkor még Beregi Karcsi volt a csarnok vezető, és ő most körülbelül 20 évvel ezelőtt, 18-20 éve megkért, hogy vállaljam el, és irányítsam a tenisz életet. Akkor még két pályánk volt, a két pályán folyamatosan elkezdtük a bajnokságot. Amikor kezdtük, akkor még csak egy osztály volt. Később fejlődtünk fel odáig, hogy két osztályba tudtunk játszani, és az évek alatt eljutottunk oda, hogy most már három osztályba játszunk, sőt lassan oda jutunk, hogy a harmadosztályba selejtezőt kell játszani, hogy bejuthassanak a bajnokságba. Senki nem bánt senkit, mindenki szereti a másikat. Viccelődés az van, és ez kell, szerintem mindenhol kell. Nem tudom, hogy ezen kívül mi az, ami még vonza az embereket, de az biztos, hogy többen mondták, hogy ne hagyd abba. Pedig már pedzegettem, hogy ennyi idő után, 70 fölött most már kellene egy fiatalabb, aki csinálja, de még mindig nem engednek el. Szeretem a sportot, meg szeretem az embereket, szeretek segíteni. Nagyon sokszor van az, hogy hívnak, hogy jönnék játszani, de még nem találtam senkit. Most mielőtt ideértetek, akkor is épp az volt, hogy az egyik játékos telefonált, hogy holnap nem tud jönni, helyette gyorsan egy másikat kellett keresni, sikerült megoldani. Néhány telefon, és akkor azért megoldódik. Meglepődtem, bevallom, de nagyon jó volt, nagyon jó érzés volt.
úgy érzem, hogy tettem azért a sportért tolnám elég sokat. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!